ott, ahol vagyunk. Mivel vagy a műszaki ember vagyok, és a Városfejlesztési Bizottság elnöke, azt, hogy most már rátérhetnénk a műszaki dolgok tárgyalására, ugyanis olyan régóta tárgyaljuk ezt a költségvetést, hogy és természetesen úgy, hogy eredménytelenül, most nagyon remélem, hogy a 25-én meghozza a kívánt eredményt, és tudunk dönteni a költségvetésről, és aztán tudunk a város olyan dolgairól tárgyalni, ami előbbre viszi az ügyünket. Köszönöm szépen. Jó. Nagy Péter képviselő urat kérdezem, mi a véleménye az önkormányzat költségvetési tervéről? Hát ez egy nagyon laza költségvetés, ugyanis csak az igényeknek egy része van a forrás oldalról lefedezve. A további igények úgymond vonal alatt kerülnek betervezésre, és hogyha további források és bevételek tehát teremthetők meg, akkor ezek a vonal alatti igények a sorrendiségnek megfelelően kerülnek megvalósításra. Egyébként maga a költségvetés, hát úgy érzem, hogy egy csomó szóbeli kiegészítésre szorul, és vannak bizonyos részek, amiket hát jobban meg kell világítani, hogy tehát belelássunk az elképzelésekbe. Hosszadalmas vitának nézünk elébe ma, mert 100 milliót meghaladja a költségvetés hiánya a tervezett feladatokhoz képest. Az viszont nem igaz, hogy az elmúlt évi költségvetési összeget sem éri el az idei költségvetés, mert az állami támogatások összege egy 30%-kal több, mint az múlt évben. Tehát éppen, hogy elegendő lesz ez az összeg, amit a költségvetési terv tartalmaz arra, hogy a falasi intézmények működőképesek legyenek, és az elmúlt évi szinten működhessenek.